Isten hozta önöket ezen a gyönyörű ünnepnapon. Mondom, hogy Isten hozta önöket, és így van ez akkor is, hogyha nem is tudatos ez bennünk. A mai ünnepségnek van egy kis előzménye. 2011. januárjában Berőcén együtt ünnepeltük a Szent Koronánk hazatérésének pontosan 33. esztendejét. 33 év távollét után, 33 évvel ezelőtt hazatért a Magyar Szent Korona. Hazatért, nevezhetnénk úgy is, hogy fogságából. Számunkra a nagyon-nagyon fontos tény, hogy bármi ment keresztül, amit majd látni fognak a nap későbbi részében, mégiscsak hazatért. Úgy folytatódott az esztendő, hogy húsvétkor a Magyarországgyűlés elfogadta Magyarország új alaptörvényét. Magyarország új alaptörvénye két rendkívül fontos dolgot jelent nekünk. Természetesen az összes többi eleme is rendkívül fontos, de ebből kettőt kiemelnék. Az egyik, hogy az országunk hivatalos neve immáron ismét Magyarország, és a nemzeti hitvallás részében a Szent Koronára épülő magyar jogfolytonosságot mondja ki. Állami, jogi állami folytonosságunkat fejezi ki. A másik rendkívül fontos, hogy az új alaptörvényünk a magzati életet, a fogantatás pillanatától, tehát nem három hónapos magzati kortól, hanem a fogantatás pillanatától kezeli jogképesként. Ez annyit jelent, hölgyeim és uraim, hogy bár az elmúlt évtizedekben sok millió magyar gyermek nem tudott megszületni, január 1-től minden magyar gyermek megláthatja édesanyját és a teremtett világ gyönyörű csodáit. Következő állomása ennek a folyamatnak a mellettem álló Wittner Mária képviselőasszony törvénymódosító indítványa volt, amit decemberben nyújtott be a tisztelt ház elé, melyben azt kéri mindannyiunk nevében, hogy legyen a Magyar Szent Koronának állami ünnepe. Legyen a Magyar Szent Koronának állami ünnepe, hogy végre olyan nemzedékek tudjanak elindulni ezen a földi, egyébként is rögös úton, mely nemzedékek számára már nem lesz kérdés, hogy mit jelent a Magyar Szent Korona. Most 2012-t írunk, január 8-a van, teljesen véletlenül Vas Albert születésnapja is. Ezen a napon együtt ünnepeljük a Magyar Szent Korona ünnepét, azzal a reménnyel, hogy a Magyar Országgyűlés bölcsen fog dönteni ebben a képviselői indítványban. Bízunk benne, hogy a Teremtő Úristen ettől az esztendőtől új időszámítást nyitott számunkra. Megkérem Máriát, hogy üdvözlő szavaival köszöntse ő is önöket. Kedves barátaim, mi, akik ma együtt töltjük a Szent Korona ünnepét, ami mindig is Magyarország
őfelsége, Szent Koronájában. Örülök neki, hogy ennyien együtt vagyunk. Nem olyan régen, még szinte hatás alatt vagyunk a karácsonyi ünnepeknek, Jézus születésének. És ilyenkor egymásnak küldünk kedves, üdvözlő lapokat, jó kívánságokat. Én is kaptam egy üdvözlő lapot, ami egyszerűen beleette magát az embernek a lelkébe, szavaival, gondolataival, és ezt szeretném átadni önöknek a mai nap kezdetén. Sírásra görbült a szánk, amikor a legszebben akartunk énekelni. Gyáva lett bennünk az öröm, ahogy boldogok akartunk lenni. Induljunk szívünk dzsungelében az embert megkeresni. A jóságot még ma el kéne kezdeni. Ó, bennünk fénylő csillag, merj már megszületni. Kívánok önöknek nagyon boldog új esztendőt, és kívánom azt, hogy mindannyiunk lelkében ragyogjon fel az a csillag, hogy együtt tudjunk egy olyan úton elindulni, ahol már merünk énekelni, merünk boldogok lenni, és merjük kimutatni a bennünk élő szeretetérzést. Mindenkinek kívánok nagyon boldog új esztendőt, és egy együtt töltött gyönyörű napot. Köszönöm szépen!